mi sem jobb példa erre, hogy a pápaiaknak három alkalommal is a gólvonalról kellett menteniük Juhár és Vancák próbálkozásait követően, no és egyszer a kapufa is segített nekik. Az újpestiek szerencsehozója a szünetben 9000 kilométerről érkezett egy Los Angeles-i lila fanatikus személyében. És óriási rohamokkal indul a mérkőzés, gól! Parkov. A második félidő indul óriási rohamokkal. Egy kifejezett labdák kapásból bevágott. Ezeknek a lövésnek az alapja az, hogy rendesen le legyen készítve. A rugójátékosnak ne kelljen sokat vele bíbelődni, és tökéletes elő volt készítve. Örülök annak, hogy a elvégzett kezdőrugás után nem tett bele egy tett, és megtettük a vezető gólt. Remélem, hogy megmarad ez a jó folytatás az itt létemmel kapcsolatban. És úgy néz ki, hogy megmaradt, talán az év gólja következett. Gól! Kontorber! Atta, mekkora gól volt ez! Te jó ég! El sem hiszem, ha nem látom. Nem lehet tervezni. Nem, hát adott pillanatban jól találtam, mert most nagyon nagy gól lett. Hát én vagyok a legboldogabb persze. Aztán Kincses buktatta az előre törő Vancákot, jogos büntető következett. Kontorbert le is rendezi! 3-0 az Újpest javára, Pót Norbert a második gólját szerzi most már. A lilák pedig folytatták a helyzetek gyártását, de szép kapus is a védések sorozatát. Előbb Vancák fejesét fogta a levegőbe, majd Rajci löketét hatástalanította. Az ő önbizalma a végére talán kicsit átragadt a többiekre. Pápai helyzet, pápai gól! Medved! Remekül érkezett Tomás Medved, és szép itt a pápa. Megy is ki rögtön a vendég szurkolókhoz, mert hogy ők is vannak. Valamint van egy 3-1-es végeredményünk, na és ne feledjük, volt egy államgól is. Aki szereti a labdarúgást, megtapsolja, a jelenfél edzőjeként nyilvánvaló, ez nekem nagyon fájt, hogy mi kaptuk, de ami szép, az szép. Illő búcsúzni a széppel, az Újpest tehát kellő önbizalommal és egy 20 és 40 Hz közötti tartományban működő vibrotrénerrel felszerelkezve várja a szerdai rangadót, de vajon Tóthban maradt-e még gól? Hogyne, nagyon bízom benne, hogy van még benne.